fajtalat? Azt nem. Hát, talán valami pálinka. Mondjak alapból. Van tejünk? Egyszerű, sima fehér tej, forralva, két cukorral, langyossal. Langyos tej, forralva, két cukorral hozom. Igen. Na, hát Palik! Ó, pardon! Vársz valakit? Hát igen. Na, Palikám, mesélj! Na! Az a bizonyos madonnakira lábrát osztál, aki miatt nem akartál tudni a többiről, aki miatt szerzetes életet éltél? Na, Palikám, mesélj, milyen a boldogtalan? Na? Hm? Na, mondjál már valamit! Langyos tej. Két cukorral. Langyos tej két cukorral? Igen. Parancsol? Egy tojáspulcsot sok rummal. Tojáspulcsot hozom. Szóval? Az a bizonyos madonna, akiről ábrándoztál? Tökéletesen. Mintha az álmaim elevenedtek volna meg. Édes és fehér? Mint a tej. És langyos? Mint az első anyacsuk. És szeréd és csöndes és álmot. Vigyázz, hogy el ne aludjon! Az aludtáj savanyi! A szőlő savanyi nekem! Nekem édes öregem! Én ugyan bele meg kóstolnék a te tejcsarnokodba! Ó, igen, hallottam! Már megint nyökik benne vagy a szerelemben! Ki tudja hányadszor? Ez egyszer, ha akarok! És először! Az elsőben, amikor megtaláltam, benne volt mind a többi, aki következett! Az első inspirált, hogy megismerjem a többit! És a többi inspirált, hogy emlékezzem az elsőre! Egyet szerettem mindig! Hát, tehetek róla, hogy több példányban jelentkezem. De most azt hiszem, nem megyek tovább. Ebben az utolsóban megtaláltam az elsőt és mind a többit. Megszépülve, megérve, összesűrítve, eszenciában. No és hogy fest az a csodaital? Tojáspuncs sok rummal, tessék. Szóval a forró kábító vérpesdítő démon, részegítő és sűrű. Mint a puncs. És perzselő. Mint a lárva. Sötét, és marcangol, és nehéz. Vigyázz, gyomorég is ne kapd tőle. Akkor te is kételen leszel ráfagyolodni a hűsítő tejecskére. Soha! Égjek el inkább a tűznél! A szerelem nem béke és megnyugvás, nem rév, amiben megpihenni térek. Égő erdő a szerelem. Szénné feketíti a termő fölött, és a nő ennek a szerelemnek a jelképe legyen maga is lángoló és lihegő, felröppenő lángjával áthatárol. Sötét kárhozat, kohó kapuja. Szóval adag parázs roston. Nem ilyen sustorgó dolognak képzelem a boldogságot. Remegő halk áradást érzek, ha a szerelemre gondolok. Csukott szemű virágot, amely lágyan ring a parányi tehertől, ahogy rászáll a harmat. A csillagos ég csöndét, a tiszta víztükör örök nyugalmát csak a nemes tejopálhoz hasonlíthatok. És ezt a tejopált én megtaláltam. Szelíd boldogság áradat. Anyai jóság, csönd, üdítő forrás, csörgedező öröm. Utálom a szelíd nőket. Én meg a léhegő hisztérikákat, akik zsebkendőt tétesnek szapatokra, és kétől hörögbe vonagdik ajkuk, akik úgy csókolnak, mintha haratnának. Füzetes regények hősnője a tiéd, gimnazistáknak való álom. A tiéd meg vidéki patikáriusné öt gyerekkel. Tehén! Nem kellene nekem a fizetének se. Nekem se a te altesi vámpír vagy szép bestia című remek címlapon. Szabadjó a szőlő. Túl édes inkább. Kezd már erjedni. Azt hiszed, nem kaphattam volna ilyen nőt mind a 10 ujjamra, ha a gyomrom kivírja? Hiszen ilyen nő nagyon sok van. A 99% ilyen. Számbelileg is ők vannak fölényben, és hozzájuk jutni is könnyed, hiszen minden pillanatban váltogatják a szeretőiket. Csak inteni kell nekik, és a Krisztust is ott hagyják az új férfiért. Azám, talán a te vidéki libád, a te kis neváncsi virágod, az a kis nyálas. Mindenki tudja, hogy lassú víz partot most. Tudva levőlek az ilyen ártatlan, szemlesítő, piruló nőcskék a leghűtlenebbek. Nem lévén szenvedni, ami a férfihoz községeket olyan könnyen kapcsolatukra elolra, mint az óra, aminek nincs lánca. Csak az a nő, aki maga is képes lángolni, és rajongani, és rajongása összekovácsolja őt az egy férfivel, akinek odaadta a szívét. Ha még egy másik nem jelentkezik, azt mered állítani, hogy ez a vérpesdítő démonot hűbb és megbízhatóbb, mint az én szelíd hóvirágom, aki soha nem nézett férfi szembe előttem, aki tőlem,
Én tőlem tudtam meg, hogy nő. A te szelíd és ártatlan hóvirágodat fél óra leforgás alatt úgy elhódítom tőled, hogy a nevedre sem emlékszik többé. Én pedig a te vérpesdítő démonodat egy negyed óra alatt meggyőzöm arról, hogy soha más férfit nem szeretett előttem, és hogy minden csókja tévedés van. Na, azt szeretném én látni. Én is. Hát fogadjuk. Tessék. Micsoda? Fogadni merészelsz vele, te? Te agyám asszony, te tüdőbajnok, te langyos tejtermék, hát te tejszavas erjedés, te eleve joghurtkura csecsemők használatára. Fogadni merészelsz, hogy elcsámítod az én nőmet? Hiszen elszédülsz és szoptatós dadó után kiáltatsz, ha csak rád néz. Tudod, micsoda nő az? Az egy Kleopátra, egy nemes paripa. A legkülöbb nő Pesten, és még nem volt dolga férfival előttem. Megdögölhettek miatta? Nem akarok hazudni. Hároman ugrottak le miatta a ferencidi turulról, mert engem várt. És most végre összeakadtunk. Te akarnál szétválasztani bennünket? Te, aki egy sápkoros keszeg bajköpülön gyakoroltad a nőhódítást? Te pedig talán azt hiszed, hogy összelopkodott erőcskéddel imponálni tudnál az én szelíd és leánylelkű asszonyomnak, az első valódi nőnek, akivel életedben összeakadnál, ha megismernéd. Hát tudod, kicsoda az a nő? Az a nő az ősi asszonyiság, az örök Éva, ki lugast varázsol. A múzsa és a nemtű, a védasszony, a felmagasztalt női ideál, ki glóriával által lépi a mosot és szennyet, amivel a hozzá hasonló hímek befecskendezik tehetetlen dühükben. Az én hódolatomat elfogadta, mert megismertem őt és megszeretett. És most te akarnál szétválasztani bennünket? Te, akit saját bevallásod szerint csak valami elkeseredett, kiéhezett férfi hajház némben tud csak odáig vinni, hogy közeledni próbálj. Egész nyugodtan együtt mernélek hagyni benneteket az én nőmmel. Minden mesterkedésed lepattan az én nőmről. Én is benneteket az én nőmmel. Épp oly kevésbé féltem tőled, mint egy cserebogártól. Micsodától? Cserebogártól. Hát kérlek, adjál nekem alkalmat. Tessék, te is nekem. Hogy parancsolod a feltételeket? Hol tartózkodik-e pillanatban a te démonod? Egy negyed óra múlva ott lesz a citadella cukrászában 5 percnyire ide. Tulajdonképpen odaindultam ide, csak azért értem be, hogy konyakos cukrot vigyek neki. Hát ha megengeded, akkor én oda megyek. Parancsolj! Még meg is könnyítem a dolgodat. Vedd meg a konyakos cukrot, menj el a citadellába. A hátsó szobában ott ül egy hölgy egyedül. Menj oda hozzá, mutatkozz be neki, és mondd meg, hogy én küldtelek. Én addig itt várok. Rendben van. Te pedig, ha az én nőm jön, mutatkozzál be, és mondd, hogy megkértelek, hogy szórakoztasd, de meddig vissza tudok jönni. Kérlek, alássam. Azután hol találkozunk? Az az eredménytől függ. Aki előbb tudja elvinni a nőt oda, ahol a másik tartózkodik a másik nővel, az bebizonyította, hogy hamarabb tudott elérni fölötte olyan hatalmat, hogy követi őt mindenüvé, ahová csak akarja. És az győzött. Megnyugtathatlak, hogy mi leszünk előbb a citadellában. Vagy mi leszünk előbb itt. A viszont látásra... Itt. A citadellában! Kisasszony! Parancsol. Vigye ki ezeket. Igen. És hozzon egy pohár langyos tejet. A poncs után. A poncs után! Nagyon égeti a gyomrom. Két cukorral lesz szíves. És? Mondja csak, kedves! Nyíljön már közelebb. Mondja csak, galambol. Tetszem én magának? Az úr nekem. Na igen. Tehát, ha azt mondanám magának, hogy magának olyan gyönyörű szemei vannak, akkor mit szól hozzá? Hát, próbálkozom még valamivel. Hát, hogyha olyan gyönyörű foga van, mint az alpesi havasok, akkor... Hát, nagyon kedves az úr. Na, mennyi időbe kerülne, hogy elcsábítson magát, mondja? Hát, nem is tudom, hát az attól függ. Na, de édesem. Na. Ah, valaki gyűjt. Kicsoda? Gondolom, egy hölgybe azok csengetnek így. Na, menjen, fiam, és hozza azt a langyos tejet. Ne átcsorogjon itt, fiam, menjen már! De goromba lett egyszerre!
Azt hiszi, Pál vagyok. Na ez hogy meg lesz lehet, hogyha elereszti a szemem, és egy idegen férfit lát maga előtt? Na ki vagyok? Nem tudom. Mert éppen annak a szervemnek a használatában vagyok akadályozva, amivel ezt megállapíthatnám. Te tapintó érzékem és szaglásom után ítélve, egy igen szép és bájos hölgy. Júlia, mit keres maga itt? Maga? Maga mit keres itt? Júlia, nem vártam a citadellában? Hogyne, majd ott ülök és várok. Nyomorult. Júlia. Megláttalak, utánad jöttem. Kíváncsi voltam, mit csinálsz ebben a másik cukrászdában, amíg én ott ülök és várok. Hát olyan nőnek is már szakít váratni, nem? De Júlia, ide csak azért értem, hogy konyakos cukrot vigyek magának. Úgy. És azért küldve ide a budai szerelmesek rejtett fülkéjébe, ebbe a kis külön szobába. Mit jelentsen ez? Júlia, mire céloz? Nem célzom én semmire. Tessék. Langyos tej, két cukorra. Langyos tej, két cukorral. Kicsit... És van a konyakos cukor, mostanában langyos tejjel főz. Kicsit égett a gyomrom. Gondoltam, felhajtok egy pohárkával, mielőtt elmegyek magácskához. Hát foglalja a helyet. Fogyassz egészséggel. Majd várunk. Majd én is rendelek valamit. Legfeljebb nem megyünk ma a citadellába. Ez a cukrászda is megteszi, itt is van külön szoba. Remélem nincs feszélyezve. Én pompásra érzem magam. Tudja, szeretem a váratlan, a kalandos, a veszélyes. És ez most elég váratlanul jött, hogy mindketten itt vagyunk, holott máshol adtunk találkát. És kalandos, hogy egyikük sem tudott róla. És úgy látom, a veszély sem hiányzik. Szerintem a másik mindjárt itt lesz. Miféle veszélyre céloz? Hát, tudja Isten. Na, olyan váratlanra. Hogy talán nem fejeződik be olyan idillikus ez a találka, mint ahogy kezdődött. Talán nem leszünk annyian a végén, mint az elején voltunk. Talán egyen több, vagy egyen kevesebb. Valamire célos? Júlia, nem értem, hogy miért beszél ilyen különösen? Mit parancsol? Egy puncsot. Ja, Júlia, nagyon boldog vagyok, hogy utánam jött, de nem értem, hogy miért ilyen furcsa maga. Hallgass! Tisztában vagyok veled. Gyába vagy és alattomos. Nem tudom, ki után mászkálsz titokban. Biztosan egy régebbi nő, akit eltitkoltál előttem. Mert nem tud szabadulni tőle, ezért kénytelen vagy elfogadni a találkáit. Megnyugtasd, és lecsítésd. Mert biztos okod van rá. Mert biztos joga van hozzá követelni tőled, hogy találkozz. Tudtam. De én nem azt azom senkire. Nekem nem kell egy gyáva férfi, aki nem meri megmondani, hogy más szeret. Nekem nem kell az ilyen ajándékszerelem. Gyűlöllek! Hozzád sem tudok érni! Tudnálak szépni, ha nem undorodnék az érintésedtől! Te... gyarázatos... édes... egyetlen boldogságom... Hajtasz meg a lába menőt, akkor se kell lesz! Engem megcsalni! Rongy! Te senki! Nem elégszer közeledni! Ölj meg! Júlia! Szenvedsz! Miattam! Emlékszel még a csókjainkra? És most? Isten veled? Örökre! Júlia! Jaj, micsoda szaladgálás van itt ma. Nincs itt! Kicsoda? A hölgy. Egy hölgy. De nem az, aki az előtt, egy másik hölgy. Egy hölgy volt itt.
a barátjával, akivel az előbb ült. Tudja, azzal a bolondossal. Na, ja, hát bolond barátja van az úrnak. Igen, igen, és hova lettek? Eltűntek, hogy itt állok a puncsal. Elmentek. Jó, és elmentek a cikadellát. Tessék telefonálni a mentőknek, hol a telefon? Helyd meg! Nem találtam a démont a cikadellában. A pincér azt mondta, átjött ide. Biztosan Péter írta át őt ide telefonon. Te ki vagyok játszva? Államcsi! Furcsáldozata vagyok! Nálunk olyan puncs nincsen, amivel elronthatta a gyomrát. Megbosszulom magam. Elcsábítom a sárga hajú bestiát. A női démont! Hé, az nem a magáj, azt a hölgy rendelte. Jurista puncsot rendelt! Ez biztos Péter ördögi műve. Leitatta, hipnotizálta, elcsábította. De hiszen még meg se itta. Az ügy. Mondja, kedves, ahogy így elnéző, el tudja képzelni, hogy csak akarnom kellene, és kegyed 5 percen belül a karjaimban heverne. Ez is el akar csámítani, hogy ötlet. Na, jöjjön ide kicsit közelebb. Én nem tudom, mi lehet már rajta, hogy itt belém vadulnak a férfiak. Tessék már hagyni, igaz? Valaki gyílt. Kicsoda? Egy hölgy, azok csengetnek így. Most már maga is korombáskodik! Ki gyakorlok, hoztuk el, azt hol lehet kapni? Erre a kagyma felét! Mindig leráztam ezt a szerencsétlent. Löbröttem a villamos másik oldalán, és most viszi a 27-es az Angol park fele. Ah, végre nyugodtan megírhatom a puncsomat. Valami meglepő dologgal kell kezdeni. Tudom már. Na, ki vagyok? Hogy meg fog lepődni, ha észreveszi, hogy egy ismeretlen férfi áll mögötte? Szent Isten, ez a tévolyodat visszajött. Most mi lesz? Mondtam, hogy nem akarlak látni. Engedd el a szemem. Hát, ha nem akar látni, nagyságos asszonyom, akkor minek engedjen el? Bár. Juliska! De egyetlen szerelme! De örülök én neked, hogy nem értelek én téged gyanúsítani, hogy gondolom... Te mit keresel itt? Nem kellett volna jönnöm, hiszen itt adtunk találkát. Oh, persze, csak most jöttél, te édes fehérség, te tiszta forrása az örömnek. Jaj, mennyire boldog vagyok neked, mennyire szerelmes vagyok, hát milyen féltékeny voltam belé, te... Féltékeny? Csak gondolatban, minden évét össze-vissza gondoltam. Megcsókolhatod a ruhád szegélyét. De Pál... Tehát nem, én egy ostoba képzelődő szamár vagyok. Bocsáss meg! Na hát kérem, akkor mit hozak annak a hölgynek, aki a citadellából jön? Na, majd mondok azután! Igen. Drága hóvirágom, ne maradjunk itt ide, jönnek valami ostoba szerelmes pár. Menjünk át egy másik külön szobába. Ahogy akarod. Tudod, hogy én minden évig követlek. Na, mi az? Na, megint itt van az úr. Mondja, nem keresett engem az a hölgy? Melyik hölgy? Aki a barátjával volt, aki tejet rendelt? A Lilium számnak érkezett? Az! Az eltűnt, úgy látszik. De vissza fog jönni, mert tejet rendelt. Úrja, mit köszönhet? Biztosan hazament. Utána megyek. Te vagy az! Én hát! Hát? Mi újság? Mi lenne? Semmi különös. Szóval nincsen semmi különösebb közölni valód. Isten, mi van abban különös, hogyha az ember elhatározza magát valamire, és azt végre is hajtja? Úgy? Bizony úgy. Hát ez esetben én sem tudok semmi újsággal szolgálni. Én is pont így vagyok. Kérlek, alássam.
Szóval nem érdekel, hogy hol van a démonod? Csak amennyire téged érdekel, hogy hol a Lilium szál. No, a Lilium szál az E-percben valóban nem tudom, majd csak lesz valahol. De ami a démont illeti, az 5 percen belül megjelenik. Dono! Nem hiszed? Istenem, minden lehetséges. Biztos csak abban lehetek, hogy 4 percen belül itt a Lilium szál. Igazán? Egész biztos vagy te? Nem ennyire az ember biztos lehet egy nőben, akit a hatalmában tart. Úgy. Na bizony úgy. Na. Szóval akkor mindketten elcsábítottuk egymás babáját? Akkor hát? Akkor hát. Most szépen ide leülünk és várunk. És amelyikük nője hamarabb itt most megjelenik, az egy szerencsétlen. Megcsalt gavallér, aki levonja a konzekvenciát. Értem. Parancsolsz egy cigarettát. Köszönöm, nekem jó van. Foglalj helyet. Csak utána. Na, kérlek szépen, ne sérts meg. Ász, újra már. Legyél szíves. Csak utána. Várunk. Júlia! Úristen! Mondtál valamit? Én? Semmit. Te s marha. Hello. Hello. Én harfa. Mikor ismerted meg? Egy hónapja. Én is. Mindketten nyertünk. Mindketten vesztettük. Szervusz. Te! Parancsolj, utána. Csak utána kérlek. Csak azt akartam kérdezni. Tudom, hogy mit én. Vajon... milyen? Vajon milyen lehetett ez a nő valójában? Tessék egy levél, az a hölgy küldi. Egy tükör. Hát ilyen volt. Mindig olyan, mint aki bele.